Július 24-én nemzetiségi napot szervezett a Budakalászi Német Nemzetiségi Önkormányzat. Az eseményen a szerbek, a görögök és a svábok képviseltették magukat. A szombati délutánon a nemzetiségek kultúrája mellett a gasztronómia világát is megismerhettük. Az esemény fellépőit a Budakalászi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, a programot bővebben az Alpen Róza táncgruppe vezetője ismertette. Ma egy nemzetiségi délutánt tartunk, szerb, görög, sváb résztvevőkkel. Ezúttal szeretném megköszönni a Rozmaring Tánc Együttesnek és zenekarának, hogy elfogadták meghívásunkat, külön köszönet Weitzer Enikőnek és Krucsai Jánosnak érte, illetve az Alpen Róza Tánc csoportnak, akik nélkül ez a mai délután nem jöhetett volna létre. Ez az idei harmadik rendezvénye itt a német önkormányzatnak. Hát úgy látom, hogy ma is nagyon sokan fognak eljönni, ami külön nagyon-nagyon jó érzés, hogy ilyen sokan kíváncsiak arra, hogy mi folyik itt a Schmidt házban. Más keretekben dolgozunk ma, mert a Tánc Együttes úgy gondolt a német önkormányzata közösen, hogy csinálunk egy ilyen nemzetiségi délutánt, ami arról szól, hogy meghívtuk a Rozmaring Tánc Együttest, ők délszláv táncokat táncolnak, mi pedig képviseljük a német táncokat, mi, de nem igazi sváb táncokat fogunk ma táncolni, hanem tiroli darabokat fogunk bemutatni. Ezen felül meghívtunk még nagyon jó barátunkat, egy görög buzukist, aki majd a görögöket képviseli. És úgy gondoltuk, hogy csinálunk egy ilyen nemzetiségi délután, ahol kicsit mindenki kap ízelítőt a szerb, a görög, a sváb zenéből, és ugyanígy készültünk ételekkel, italokkal is, tehát hogyha meg fogjuk vendégelni a vendégeket, később egy kis feta sajttal, olívabogyókkal, a szervek csavapcsicsit sütnek, a svábok később, majd este felé sült kolbásszal készültünk meg virslivel. Tehát azért odafigyeltünk arra, hogy a vendéglátás is, a zene is, meg a tánc is az egy, hogy harmonizáljon. Az események mindenki számára nyitottak, és mindenkit nagy szeretettel várnak. Hát gyakorlatilag ezzel mindenki felé nyitunk. Aki szereti a szerbet, szereti a görög zenét, szereti a sváb zenét, ellátogathat, megnézheti. De nyitunk a nemzetiségek felé is, hiszen a szerbekkel is nagyon jó kapcsolatot ápolunk, így eljönnek, ők is betekintést nyernek, egy kicsit összekovácsolódik a csapat, tehát gyakorlatilag egész Budakalász lakosságának nyitválunk, nem szeretném így, hogy a szerbek vagy a svábok, hanem tényleg mindenki, aki szeretne eljönni, szeretné jól érezni magát, kikapcsolódni, aki szeretné elfelejteni a mindennapok rohanását, bosszusságát, az ide belép a kapun, ezt egyszer ki kell próbálni, hogy bejön ide, és olyan itt, mintha megállna az idő. És kint hagy mindenféle rosszat, itt csak a jót fogja tapasztalni. A hagyományőrzés fontosságát is kiemelte Lávinger Ildikó. A hagyomány az olyan, mint a házépítés. Ha a háznak jók az alapjai, mint a hagyomány, akkor arra akármilyen házat fel lehet építeni, a stabilan fog állni. Reik Tamás elmondta, hogy a hasonló rendezvények mellett ő hogyan törekszik még a hagyományok megőrzésére. Hogyha mi nem csináljuk tovább, ha mi gyerekeink, meg az unokáink, meg bárki ezek nem csinálják tovább, akkor ez valamikor meg fog halni, és hogyha egy 100 év múlva megkérdezünk valakit majd az utcán, hogy te ezek a svábok, ezek mit táncoltak, vagy milyen zenét hallgattak, akkor ez a szerencsétlen ember már nem fog tudni választani. És azért törekszünk arra, hogy mi a fiatalokat is megpróbáljuk nagyon gyorsan bevonni ebbe a szereposztásba, és egyre jobban tetszik. Tehát ezért próbálunk mi meg más jellegű, modernebb, lazább táncokat csinálni, hogy kedvet kapjanak és jöjjenek hozzánk. Ugyanez van az öltözetben. A régi sváb ruhák a hölgyeken például, az még nekünk is megvan, tehát mi is fölveszünk, ha egy olyat táncolunk. Tehát a hölgyek fölveszik, mikor olyat táncolnak. De mi már elkezdtük, ez a Németországban, ami jelen pillanatban elég nagy divat is, meg hagyomány is, a dindlik. És akkor a dindlikben, amivel az Oktoberfesten ma a fiatal lányok rohangálnak, mi azokban a ruhákban táncolunk. Tehát azt mondtuk, hogy tehát mi fiatalosítjuk a ruházatunkat is, meg fiatalosítjuk a táncunkat is. És ez az, ami szerintem élteti azt, hogy majd tovább megy, és hogy a fiatalok azt mondják, ez mégis olyan régi módi, én is beállok ebbe a táncsoportba, és csinálom. A Budakalászi Német Nemzetiségi Önkormányzat további eseményeiről Facebookon a Kalászi Svábok oldalán informálódhatnak. Az eseményeken mindenkit nagy szeretettel várnak.